Azt a kutya mindenit a világnak. Immáron sokadik alkalommal rendezték meg az Örmezei Általános Iskolában az Örmező Költői című versmondó versenyt. A megmérettetése 15 tanuló nevezett. Farkas Krisztina önkormányzati képviselő az eseményen elmondta, a versenynek nem hiába ez az intézmény ad otthont időről időre. Ez egy különösen szép és ihletett pillanat volt, amelynek én is részese lehettem, hiszen Örmező három költőóriásának költeményei szólaltak meg ezen a napon, ebben a könyvtárhelyiségben. Nagy csend fényében elmerülni, míg lassan hulló fa levelek. Az iskola igazgatónője, Nagyné Malicsek Ágnes szintén a hagyomány fontosságáról és az intézmény érintettségéről beszélt. Hangsúlyozta továbbá, hogy itt különös hangsúlyt fektetnek a tehetség gondozásra, amelynek egy részét képviseli a versmondó verseny. A kezdet kezdetén még Kálnoki László és Zeg Zoltánnak az özvegye is részt vett ezeken a versenyeken, és maradandó élmény nyújtott a gyerekek számára, hogy megmagyarázták, elmesélték a gyerekeknek, hogy azok a versek, amelyeket ők elszavaltak, hogyan, milyen körülmények között, milyen ihlet alapján jöttek létre. Nagyon-nagyon fontos ez a verseny a tehetséggondozás szempontjából. Iskolánkban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, nem kizárólag az irodalmi tehetségek vonatkozásában, hanem a zenei, sporttehetségek, nyelvi tehetségek vonatkozásában is.